Ali, jó, jó reggelt! Stop! Jó reggelt! Belálltok! Kocsival, Lici! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Hello! Szia! Jó reggelt! Na, amit megbeszéltünk, ott áll itt. Főkérdésen, akkor elszól a sárkod. Jó. Mellett meg ott a autónak. Ezt kérdezik, hogy az ott lesz. Azt nem tudjuk akár lekötődni. Hát most annyi vagy. Jó, hát most jól leszek. Mert ha véletlen elállatok, hogy elfogálni, akkor oda beállítani a kocsival. Jó, hát itt végig teljesen szabad. Szuper, tökéletes. Hát az, ami autónk a szépen volt. Jó, tökéletes. Jó lesz ez. El leszünk itt. Jó, leparkoltuk. Leparkoltuk, oda ide, föltesszük a sátlet. A villamotorját, törődöm a pokolját. Így van. Nem szeretnénk. Hát szép reggelt kívánunk Magyarország legnagyobb busorásának. Megérkeztünk a házához, 2 napig fogunk itt anyázni. Pénteken reggel fogunk elmenni. Várjuk ide a szimpatizánsokat, várjuk azokat, akiket kilakoltott ott az OTP vagy bármelyik bank, hiszen mégiscsak Csányi Sándor Magyarország legnagyobb uzsadása, ahogy Lázár úton meghallottuk, és ő a jelképe az összes magyarországi banki csalásnak. Hajrá! És akkor ez legyen föl. Mi már nagyon rutinisak vagyunk itt a sátorállításban, de az a kérdés... Igen. Tehát minden nagyon rutinosak vagyunk ebben a sátorállításban, de szerintem azok, akik nem állnak ki a jogaikért, jobb, ha ők is ebbe belejönnek, mert majd ki lesznek lakoltatva, és szépen mehetnek ők is mindenfelé táborozni, vihetik a motyójukat, de lehet, hogy már sátorra se lesz pénzük, sőt, szinte biztos, hogy a város minden részéről majd ki lesznek tiltva. Úgyhogy valaki vagy jöjjön, tüntessen, és oldjuk meg ezt a problémát, vagy készüljön fel arra, hogy bizony, ő neki csucsolnia kell, és jó, ha most már még, amíg van pénze, vesz 3000-ért valamelyik multiba egy ilyen sátrat, hogy legalább ne ázzon, hogyha majd esik az eső.